Betöltetlen munkahelyek, nincs annyi munkára váró megváltozott munkaképességű ember, mint amennyi álláshelyet kínálnak számukra. Kezdődhet a gyógyítás. Szeptembertől fogadja a betegeket az egészségügyi központ Tiszalökön. A város közel 122 millió forint támogatást nyerte az egészségügyi szakrendelőre. Fokozott vadveszély. Az őzek üzekedési időszaka miatt a következő hetekben megnövekedhet a vadbalesetek száma. Hazánkban évente körülbelül 2000 vadállatot ütnek el az utakon. Nincs annyi munkára váró megváltozott munkaképességű ember, mint amennyi álláshelyet kínálnak számukra, és mint amennyi foglalkoztatott támogatására az állam lehetőséget biztosít. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Ezt Balog Zoltán, a Start vállalat vezérigazgatója nyilatkozta a szerkesztőségünknek. A cégnél 1500-an dolgoznak, de jelenleg is körülbelül 100 szakképesítéshez kötött munkavállalót keresnek. Az állam a 2016-os költségvetésben is biztosítja az ágazatban a munkaadóknak járó támogatásokat. Megéri megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztatni a cégeknek bárhol a nyílt munkaerőpiacon is. Ugyanis nem kell munkaadói járulékot fizetni a rehabilitációs kártyával foglalkoztatottak után. Jelenleg országosan több mint 30 ezer ember dolgozik ilyen kártyával. Támogatásukra jövőre közel ugyanennyit, mint idén 34 milliárd forintot szán a központi költségvetés. A Start rehabilitációs foglalkoztató és intézményei közhasznú non-profit Kft.-nél 1500-1600-an dolgoznak több telep helyen, a mezőgazdaságban és egyéb szolgáltatói vagy termelési szektorban. Sok a megüresedett állás. Nem akarnak ebben a rendszerben ma ennyien dolgozni. Üres álláshelyek vannak Nyíregyházán is, a Startnál is, az országban is. Hogy aztán ennek mi az oka, ezt fel kell majd tárni. Hát egyik oka lehet az, hogy a 4 órás foglalkoztatás az egy óriási segítség, de egy idő után kevés. Több kellene, hiszen ha vissza akarjuk minni a nyílt munkaerőpiacra, akkor fokozatosan rá kellene szoktatni arra, hogy 5 óra, 6 óra, 7 óra, 8 óra. Valószínűleg, ha több órában dolgozhatnának az érintettek, nagyobb összeghez is juthatnának, tette hozzá a vezérigazgató, mert jelenleg átlagosan a minimálbér körül keresnek a megváltozott munkaképességű emberek. A következő évi költségvetésben is jelentős összeggel támogatják a megváltozott munkaképességűek munkaadóit. Ez lehetőséget nyújt a cégeknél létszámfejlesztésre is. Ahogyan lehet látni a hivatalos adatokból is, ez a több mint 30 ezer munkavállaló, ez több mint 300 munkaadónál rendelkezik munkaviszonnyal. Ebből vagyunk néhányan, aki tényleg nagy cége, több ezres munkavállalók, és aztán vannak a kicsik, mondjuk 100 olyan munkadói szervezet kap támogatást, aki 10 fő alatti foglalkoztatást végez. Az úgynevezett védett foglalkoztatásban szeretnék elérni azt is, hogy a szakképzetlen dolgozók száma csökkenjen, támogatott képzésekre lenne szükség. Szeptembertől fogadja a betegeket az egészségügyi központ Tiszalökön. Erről a település polgármestere Gömze Sándor tájékoztatta televíziónkat a városnapi ünnepségen. A település közel 122 millió forint támogatást nyerte az egészségügyi szakrendelőre, amelyet még 2014-ben adtak át. Idén szeptemberre minden jogszabályi követelménynek megfelelően megkapta az intézmény a jogosultságot arra, hogy 7 szakrendelés elindulhasson a komplexumban. A lakosság és a térségben élők igényét és kérését is figyelembe vették a településen, amikor egy korszerű, járóbetegellátó szakrendelőre pályáztak. Sikeresen be is fejeződött a beruházás, amely lehetőséget nyújtott volna a betegek számára arra, hogy helyben az alapellátás mellett szakorvosi ellátáshoz is hozzáférhessenek. De a szakrendelők munkája nem indulhatott el. Téli időszakban nagy port vert fel az egészségügyi központnak az a története, hogy lesz-e szakrendelés, nem lesz-e, lesz-e kis kórház, nem lesz-e. Én ezen már túl vagyok, elég sok gondot és bosszúságot, sőt fájdalmat is okozott bennem, de pont tegnap előtt kaptam meg a kórháztól a szerződés tervezetet, illetve azt a dokumentumot, amit benyújtottak az INTS-hez, és örömmel mondhatom, hogy már a rendelési idők is be vannak adva, 7 szakrendelés véhetően szeptember 1-től elindul, és hosszú távon számíthatunk arra, hogy a lakosság, sőt a környező települések lakossága hamarabb fog jutni szakorvosi ellátáshoz, mint korábban, és véhetően jobb körülmények között is.
13-14 millió forintot költöttek orvosi műszerekre, orvostechnikai felszerelésekre. Az épületben működik a házi, gyermek és fogászati rendelő, valamint a védőnői szolgálat. A beruházás során pedig hőszigetelték az épületet, felújították az udvart, akadálymentesítettek és az egészségügyi központ tetejére napkollektort építettek. Egyre több ukrán állampolgár zömében nem magyar ajkú kapja hazánkból a nyugdíját. Ehhez ugyanis mindössze egy magyarországi lakcím szükséges. Erre hívta fel a figyelmet sajtótájékoztatóján Halmi József, a párt megyei alelnöke. A politikus elmondta, erre egy 1963. évi törvényerejű rendelet ad lehetőséget, amely még a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége közötti együttműködésről szól. Halmi József elmondása szerint egyesek így 3-4 annyi nyugdíjra tesznek szert, mint amire országukban jogosultak lennének. Az MSZP megyei alelnöke felháborítónak tartja, hogy olyan külföldiek kapnak magyar nyugdíjat, akiknek nem volt munkaviszonyuk Magyarországon, ezért arra szólítja fel a megye országgyűlési képviselőit, járjanak közben az egyezmény megszüntetésében. Én azt gondolom, hogy egy magyar népköztársaság, mivel ma már Magyarország az Magyarország, és már a köztársaságot is még az alaptörvényből is kitörölték, és a nem létező Szovjetunióval életbe lévő egyezményt azt mondják fel, és ezt a törvényerejű rendeletet megvonják vissza, és ezt szüntessék meg, mert mikor miközben nincsen ma Magyarországon lehetőség korkedvezményes nyugdíjra, ma azt mondják, hogy a férfiak 40 év szolgálati idő után nem mehetnek el nyugdíjba, meg sokba kerül, miközben pedig Ukrajnába élő embereknek magas nyugdíjat ad. Egy 100 négyzetméteres lakóházzal egybeépített melléképület és egy benne lévő személygépkocsi égett kedden délután Fehérgyarmaton az Akácfa utcában. A helyi és a mátészalkai hivatásos tűzoltók több oldalról fékezték meg a lángokat. Az épületből kihoztak egy 11,5 kg-os PB gázpalackot, amely hőterhelésnek volt kitéve. Személyi sérülés nem történt, az ott lakók rokonoknál helyezkedtek el. Az őzek üzekedési időszaka miatt a következő hetekben megnövekedhet a vadbalesetek száma. Hazánkban évente körülbelül 2000 vadállatot ütnek el az utakon. Egy szarvasbika esetén a vadkár elérheti az 1 millió forintot is. A megyei vadászkamara titkára ezért fokozott óvatosságot kér a közlekedőktől. Ahol a vadak áthaladását tábla jelzi, ott különösen fontos lelassítani, és a haladás során az út környezetére is fokozott figyelmet fordítani. Az év bármelyik időszakában bekövetkezhetnek vadbalesetek, de a párzási időszakban ez sokkal gyakoribb lehet, mert a vad elveszíti veszélyérzetét. Az autósoknak ilyenkor fokozottan érdemes figyelniük. A sebesség mellett fontosak az útszakasz jellemzői is. Ha például mindkét oldalon erdő határolja az utat, és oldalt magas a fű, érdemes még jobban lassítani. A legveszélyesebb helyeken vadveszélyre figyelmeztető táblákat helyeztek ki az utak mentén, de a közelgő párzási időszakban az állatok bárhol feltűnhetnek a közutakon nappal és éjszaka is. Az őzvakok eléggé figyelmetlenek, követik a suták szaganyagát, egészen felelőtlenül mennek át a köves úton, bár nagy szerencsénk, hogy most nagyon meleg volt, ilyenkor éjszakára tolódik a nász, kisebb a mozgás, de azért éjszaka is figyelni kell. Az átlag vezető térlátása olyan, hogy az út szélét is látja, és hogyha a lámpafényben ilyen nagyjából derékmagasságban föltűnik egy-egy izzó szempár, akkor kezdjenek lassítani, fékezni, mert valószínű őzek tartózkodnak a közeli árokba, vagy át akarnak menni. A vadbalesetek amellett, hogy rendkívül kellemetlenek, jelentős költséget is vonhatnak maguk után. Például, ha volt kitéve vadveszélyre figyelmeztető tábla, nem elég, hogy az autóban keletkezett költségeket nekünk kell állnunk, de bizonyos esetekben, ha az állat elpusztul, a vad értékét is meg kell téríteni. Ez több millió forint is lehet. Ezért is nagyon fontos az elővigyázatosság. Ha mégis bekövetkezik a baleset, minden esetben rendőrt kell hívni a helyszínre.
Két veszélyes üzem találkozásáról van szó, és ha egyik fél részéről sincs közrehatás, akkor mindenki a saját kárát viseli. Magyarul, ha elütöttek egy másmillió forint értékű trófeát viselő őzbakot, azaz vadásztársaság kára, ha egy Mercedesbe keletkezik 1 millió forint kár, az pedig az illetőjé. Na most, ha közrehatás van bármely részről, például sebesebben megy a delikvens a gépkocsival, akkor a kár nagy részét ő fogja még a vadásztársaságnál is fizetni. Mi tudjuk, hogy ilyenkor nem szabad a köves út felé, meg egyébként sem hajtani a vadat, tehát a saját pénztárcánk védelmében ezt mindig elkerüljük. A vadászkamara titkára azt is elmondta, hogy a megfelelő sebesség megválasztása különösen fontos a kanyarokban, szerpentineken, hiszen megtörténhet, hogy egy éles kanyarból kigyorsítva a semmiből látjuk meg az állatot az úttest közepén. Két nagy rendezvény is várja a hétvégén a Nyíregyháza Sóstóra látogatókat. A programokról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Napi két edzéssel készül az NB1B rajtjára a kisvárdai női kézilabda csapat. A Rácz Sándor által irányított újonc célja a biztos bennmaradás kiharcolása a másodosztály keleti csoportjában. A várdaiak 13-14 edzőmeccset játszanak a szeptember közepén esedékes nyitófordulóig, amelyben a Kecskemétet fogadják. A nyíregyházi Leveleki Bence 683 cm-es eredménnyel a 6. helyen végzett távolugrásban a Tbilisziben megrendezett Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon. Bakosiné Szenci Erika tanítványa mindössze 5 cm-rel maradt le az ezüstéremről. Két nagy rendezvény is várja a hétvégén a Nyíregyháza Sóstóra látogatókat. Szombaton és vasárnap az 5. Coca-Cola strandpartin zenei és sportprogramok, valamint különböző játékok kínálnak kikapcsolódási lehetőséget a strandolóknak. Péntektől vasárnapig pedig az 5. Sóstó Serfesten a Kródi szálló melletti sétányon helyi együttesek produkcióival és gasztronómiai különlegességekkel várják az érdeklődőket. Ezen a nyáron nem panaszkodhatnak az időjárásra azok, akik kedvelik a kánikulát. A hétvégére már a nyár 4. hőségriasztását adták ki az illetékesek. Ez meglátszik a strandok látogatottságán is. Sóstón több mint 20 000 voltak az idei rekord hétvégén. Ezt a számot felülmúlhatják szombaton és vasárnap, ekkor rendezik meg ugyanis az 5. strandpartit, amelyen a strand egész területén számos szórakoztató és sportprogram várja a látogatókat. Alapvetően ugye a mozgásra hívjuk fel a figyelmet, vicces itt a kertészfocitól kezdve a törcsi röpjátékig, ami egy olyan röplabdás játék, hogy röplabda, de strand törölköző kell, tehát nem kézzel kell röpízni. Ezek azok a bohókás és vicces, vagy a sítalpon futás vetélkedője, amelyekbe meg lehet mozgatni nem csak az izmokat, hanem azért a rekeszizmokat is. Szintén 5. alkalommal rendezik meg a Sóstóserfesztet, amelyen a folyékony kenyér különböző változatai mellett tájjellegű ételeket is megkóstolhatnak a látogatók. A szórakoztatásról pedig helyi kötődésű zenekarok, tánc és báb együttesek gondoskodnak. Sikerült elhozni ismét a tavisövökön túl 70 féle sövekülönlegességet, cseh, belga, osztrák, német, angol sövöket, és kiemelném a magyar sövefőző műhelyeknek a különlegességeit. A sövökön túl fontos, hogy legyenek jó fellépők. Az idejében kicsit változtattunk, rengeteg helyi kötődésű együttes jelentkezett már a rendezvényeinkre, ezért úgy döntöttünk, hogy most először megpróbáljuk helyi, illetve Nyíregyháza környékén lévő együttesekkel megtölteni ezt a 3 napot. A Sóstó Serfest programja pénteken, szombaton és vasárnap egyaránt 16 órakor kezdődik, és mindhárom napon éjfélig kínál programot a látogatók számára. Napi két edzéssel készül az NB1B rajtjára a kisvárdai női kézilabda csapat. A Rácz Sándor által irányított újonc célja a biztos bennmaradás kiharcolása a másodosztály keleti csoportjában. A várdaiak 13-14 edzőmeccset játszanak a szeptember közepén esedékes nyitófordulóig, amelyben a Kecskemétet fogadják.
A legutóbbi szezonban az NB2 északkeleti csoportjának második helyén végzett a kisvárdai KC, ennek ellenére a szövetség felkérésének köszönhetően az NB1B-ben indulhat az immár Rácz Sándorral készülő együttes. A 90-es évek közepén az élvonalban szereplő kisvárdai együttes is irányító szakember egy éve kezdte el a munkát az utánpótlásnál, nyártól pedig a felnőtt csapatnál is ő a szakmai munka első számú felelőse. A keretből többen távoztak, helyükre természetesen új játékosok érkeztek. Jött egy román kapus, aki Nagybányán nevelkedett, de Izlandon játszott. Jött a Lévai Zsófi, aki a Nyíradonyban volt, ő már dolgozni is fog, diplomája van és mellette fog. Jött a Tarjáni Szilvi, aki beálló és örömmel fogadtuk. Komzer Laudia, aki balszélső, és a Gidai Eszter Békéssebenről. A 26 esztendős Lévai Zsófia 3 szezont játszott az NB1-ben, és a német másodosztályban is kipróbálhatta magát. A jobb átlövő kulcsembere lehet az újonc kisvárdai csapatnak. Nagyon pozitív összességében a benyomás, jók az edzések, nagyon kemények, de nagyon jók a csapattársaink is, szerintem jó képességűek és lelkesek. Bár távlatilag komoly céljai vannak a kisvárdai együttesnek, első lépésként a biztos bennmaradás a cél. Én úgy fogalmaztam meg a csapatnak, hogy egy szerethető csapattá kell, hogy alakuljunk. A játékunkon azt kell látni majd, hogy egy férfiasan kemény, dinamikus, a korszerűségnek mindenkor elegettevő játékot kell, hogy produkáljunk, és összességében egy nyugodt bennmaradás reményébe vágunk neki ennek a szezonnak. A kisvárdaiak Hajdunánáson, Orosházán és Budapesten vesznek majd részt felkészülési tornákon, mellette ukrán és szlovák csapatok ellen lépnek pályára Lévaiék. A bajnokság szeptember második hétvégén kezdődik, a nyitófordulóban a Kecskemét látogat Várdára. A nyíregyházi Leveleki Bence 683 cm-es eredménnyel a 6. helyen végzett távolugrásban a Tbilisziben megrendezett Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon. Bakosiné Szenci Erika tanítványa mindössze 5 cm-rel maradt le az ezüstéremről. Az elmúlt héten Grúzia fővárosa Tbilisi adott otthont az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválnak. Magyarországot 81 sportoló képviselte, egyetlen nyíregyháziként köztük volt a távolugró Leveleki Bence is. A 15 éves atléta 683 cm-t ért el, amivel a 6. helyen végzett, mindössze 5 cm-rel elmaradva az ezüstöt érő eredménytől. Nagyon örültem a 6. helynek, hogyha nekem ezt a verseny előtt mondják, én nagyon örültem volna neki. De azért így, hogy éppen a szendikán múlott a dolgó, ezért picit szomorú vagyok miatta. Bence edzője, Bakosiné Szenci Erika több tanítványával edzőtáborban van, így Bakosi Béla mondta el, hogy minek köszönhető a Tbilisiben elért 6. helyezés. Bence alapjában nagyon gyors, 11 másodperc alatt tudja futni a 100 métert, ami elengedhetetlen az, hogy távolugrásban eredményes legyen valaki. Megnyerte az ötösugrást a bajnokságon a távugrás mellett, tehát nagyon jól szögdel. Emellett technikailag nagyon képzett, tehát nagyon könnyen tanulja a mozgást, nagyon szépen ugrik távolt, szépen fut. Tehát ez mind adja azt, hogy eredményesen ugrik távba. Nagyon sajnáljuk, hogy ezen az EIOF-on nem volt egy pici szerencséje, mert általában messzire rúgott el. 15-20 centit hagyott ott, úgyhogy ha ezeknek valamelyik ugrásban ezt realizálni tudtam volna, akkor dobogóhelyen végezhetett volna. Jövőre Tbilisiben rendezik meg a Junior Európa-bajnokságot, amelyen ott akar lenni a fiatal atléta, aki még ebben az évben szeretne 7 méter fölé jutni távolugrásban. A második helyen végzett a németországi Eberstadtban megrendezett magasugró gálán az U23-as mezőnyben Bakosi Péter. A 216 cm-t elérő nyíregyházi atléta a hétvégén a székesfehérvári országos bajnokságon áll rajthoz. Most egészen jól összeállt a futásom, és ugye kinti edzőm, ugye Tamással folyamatosan vittük hátrafele, de ez is kevés volt, és folyamatosan ugye befutottam a létszalá, és sarokkal húztam le a magasságot. Nem volt rossz a mezőny, mivel az Európa-bajnokságon is volt ott 4-5 olyan ember, aki ugye kint volt, és akiből legalább 3 ember döntős volt, szóval elég izgalmas volt, de sajnos a 4-5 emberből csak egy ember tudott jó formát mutatni, a többiek is elég gyenge formát mutattak. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Nincs annyi munkára váró megváltozott munkaképességű ember, mint amennyi álláshelyet kínálnak számukra, és mint amennyi foglalkoztatott támogatására az állam lehetőséget biztosít, mondta el híradónknak Balogh Zoltán, a Start vállalat vezérigazgatója.
A cégnél 1500-an dolgoznak, de jelenleg is körülbelül 100 szakképesítéshez kötött munkavállalót keresnek. Szeptembertől fogadja a betegeket az egészségügyi központ Tiszalökön. Erről a település polgármestere Gömze Sándor tájékoztatta televíziónkat a városnapi ünnepségen. A település közel 122 millió forint támogatást nyert az egészségügyi szakrendelőre, amelyet még 2014-ben adtak át. Idén szeptemberre minden jogszabályi követelménynek megfelelően megkapta az intézmény a jogosultságot arra, hogy 7 szakrendelés elindulhasson a komplexumban. Az özek üzekedési időszaka miatt a következő hetekben megnövekedhet a vadbalesetek száma. Hazánkban évente körülbelül 2000 vadállatot ütnek el az utakon, egy szarvasbika esetén a vadkár elérheti az 1 millió forintot is. A megyei vadászkamara titkára ezért fokozott óvatosságot kér a közlekedőktől. A Kölcsei Televízió szerdai hírműsorát látták. Friss hírekkel csütörtökön jelentkezünk, híreinket addig is megtekinthetik honlapunkon. A munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos, meleg időre számíthatunk, nyugat felől egyre szárazabb, továbbra is meleg levegő érkezik fölénk. Estétől csökken a felhőzet és a záporok, zivatarok is megszűnnek. Az északi, majd a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában 19 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben csak kevés felhő, sok napsütés várható, csapadék nem valószínű. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 34 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Nagyon erős UVB sugárzás várható, ezért a déli, kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. A hétvégén csapadékmentes idő lesz, kánikula várható, 35 fok körüli délutáni hőmérséklettel, ami a jövő héten is folytatódik.